Fővárosi Hírek Centrumban a fővárosi kormány megbízott, hogyha a Szigeten járt valaki a fesztiválon, akkor láthatta, hogy a fővárosi kormányhivatal képviselteti magát, és nem csak ellenőrzésekkel voltak éppen. Honnan jött az ötlet, mit kerestek a Szigeten? Hát évek óta tendencia, hogy különböző állami szervek is kilátogatnak a Szigetre, és ott különböző szolgáltatásokat nyújtanak, vagy felvilágosító órákat az érdeklődőknek, és fölmerült, hogy esetleg a fővárosi önkormányzattal közösen a kormányhivatal is kitelepül a Szigetre. Így is lett egy Budapest ház, megépült egy faház a Szigeten, és itt a fővárosi önkormányzattal közösen a kormányhivatal is naponta 10 és 18 óra között különböző szolgáltatásokat nyújt. Többek között foglalkoztatási tanácsadást, akár a külföldi munkavállalóknak olyan ötleteket, javaslatokat vagy figyelemfelhívásokat teszünk. Persze azok számára, akik érdeklődnek, hogy mire kell, hogy odafigyeljenek, vagy a hazai munkavállalással kapcsolatban, az ifjúsági garancia programban való részvétellel kapcsolatban. De a népegészségügyi főosztály is kint van, és a dohányzás, az alkoholizmussal kapcsolatos felvilágosító előadásokat tartunk, gépjárművezetéssel kapcsolatos tanácsadás, tesztek kitöltésére van lehetőség, kint van a Védelmi Titkárság is, különböző katasztrófavédelmi helyzeteknek a szimulálása, illetőleg hát nyilván nem nagy területen, de itt ebben az épületben való rendelkezésre állás. Úgyhogy összességében úgy ítéljük meg, hogy a látogatók számából ítélve, hogy érdemes volt a Szigetre kimenni, haladni kell a korral, sok fiatal van kint. Éppen a korunk társadalmának az egyik legnagyobb problémája, hogy a fiatalokat nem nagyon tudjuk megszólítani. És ez is egy olyan felület, ahol az érdeklődőket adott esetben ki tudjuk szolgálni. És vannak olyan feladatai is a kint lévő kollégáknak, hogy például az elveszett személyigazolványokat begyűjtik egy ilyen nagy rendezvényen, ahol közel 100 000 ember fordul meg, nagyon sok minden történhet. Több eset előfordult már, hogy személyigazolványokat adtak le, ezeket visszajuttattuk a jogos tulajdonosaiknak, és egyéb olyan okmányirodai szolgáltatások felvilágosítása elsősorban. Nyilván különböző szakrendszerek, informatikai szakrendszereknek a végpontjai azok nincsenek kiépítve. Így a legnagyobb sajnálatunkra például személyokmányügyintézést ott kint nem tudunk csinálni, de természetesen el tudjuk mondani, hogy mi a menete, hova érdemes menni, segítjük a hozzánk fordulókat. Összességében én úgy ítélem meg, hogy sikeres ez a kint léte a kormányhivatalnak. Említette, hogy ilyen foglalkoztatási tanácsokkal is rendelkezésre állnak. Példának okáért tudják javasolni azt is, hogy akár az államigazgatásba, a közigazgatásba valaki belevágja a fejszéjét és életpályájának tekintse ezt a területet? Hogyne, természetesen igen. Hát különösen azért is aktuális téma ez, mert most ugye egy új életpályamodell indult a járási hivatalokban 2016. júliusától. Jelentősebb bérfejlesztésekkel tudtunk előrelépni. Azt gondolom, hogy különösen azon kollégák voltak a fókuszban, akik a front office-okban dolgoznak, tehát közvetlenül találkoznak a lakossággal, ügyeket intéznek, és itt egy körülbelül átlag 30%-os bérfejlesztésben részesültek a kollégák. Ez a vezetőknél lényegesen kevesebb, itt mint egy körülbelül 5%-os mértékű volt, de a törzs állománynál ott mondom 30%-os átlag fizetésemelés történt, volt, aki 70%-kal több fizetést kap. Nyilván elsősorban azok, akik korábban igen alacsony bérért dolgoztak, hát jelentősen javult most a helyzet a közigazgatásban. Ezért tudjuk ajánlani természetesen ezt az életpályát is azoknak, akik érdeklődnek. Mintegy 2100 embert érint Budapesten a járási hivatalokban ez a bérfejlesztés. Állami tisztviselői karnak a felépítése indult meg ezzel a július 1-i dátummal, és január 1-jétől egy újabb lépés következik. Ennek keretében a korábbi törzshivatalnak nevezett kormányhivatali rész, amely szintén egy 2600 fő körüli létszámot érint, bekerül ebbe az állami tisztviselői karba, és az ő fizetésük is ezzel a kb. 30%-os mértékkel fog átlagban növekedni.
És amikor keresnek embereket, akkor milyen végzettséggel keresnek embereket? Ugye alapvetően ezek a területek lehetnek, gondolom én, jogi szakértelemhez kötöttek, különböző közgazdasági típusú szakértelemhez kötöttek, és hát ugye ott vannak a speciális képzések is, szóval kiket keresnek? Így van, de általában nyilván előnyt élveznek azok, akik közigazgatási végzettséggel rendelkeznek, igazgatásszervezői végzettséggel, de alapvetően az a feltétel, aki bekerül az állami tisztviselői karba, hogy 2 éven belül meg kell szerezni azt a képesítést, amely most egy új képzési rendszerben fog nekik olyan végzettséget nyújtani, amely a továbbiakban már nyilván feltétele lesz annak, hogy a kormányhivatalokban vagy járási hivatalokban dolgozhassanak. Egy jelentős átalakítás zajlik, erről sokat beszéltünk már korábban. Ja, a járási rendszer kialakításával 2011-ben, majd ezt követően a kormányablak rendszerének kialakításával, korábbi okmányirodai 146 ügytípus helyett most már 1134 ügyben járnak el a hivatalok, és nem sokára ez a szám 1600-ra fog növekedni. Tehát összességében az a cél, hogy minél több hatósági jellegű ügyet egy helyen a kormányhivatalba el lehessen indítani. Vannak olyanok, amelyeket azonnal is lehet intézni, de hát nyilván van olyan, amely különböző back-office-os tevékenységet igényel, vagyis háttérirodai tevékenységet igényel, de ezek is gyakorlatilag azt jelentik, hogy nagyjából 8 nap alatt, vagy bizonyos bonyolultabb típusok esetén 21 nap alatt, de például az építésügyi igazgatásban is maximum 60 nap alatt, mint objektív határidő alatt be kell fejezni az ügyeket. Erre hozta az új törvény az úgynevezett függő hatályú döntést, és sokan nem is értik, kapnak egy határozatot, hogy abban az esetben, hogyha 60 napon belül érdemben nem bírálja el az ügyét az állam, vagyis a kormányhivatal, akkor az illetéket vissza kell fizetni, vagy ha illetékmentes az eljárás, akkor 10 000 forintot az állam kifizet az ügyfélnek. Április végéig mintegy 1 400 000 ilyen sommás eljárást zártunk le. Már darabszámra. Darabszámra, és ez a Budapesten, és ez azt jelenti, hogy 8 napon belül 1 400 000 ügyet elintézett a kormányhivatal. Vannak olyanok is nyilván, akiknél ez nem sikerül, de elenyésző számú az, ahol vissza kellett fizessünk illetéket, vagy ezt a 10 000 forintot. Nem éri el a 2 000 000 forintot ez az összeg, amit eddig gyakorlatilag augusztus közepéig a kormányhivatal mint pénzt, mint büntetéspénzt tulajdonképpen kifizetett. Önmagában ez a rendszer sokak kételje mellett igazolta a saját létét, és a 8 napon belül ügyintézés az kifejezetten érdeke az ügyfeleknek is, és természetesen az államnak is, mert az igazi lényege a közigazgatásnak, és akkor tud gazdasági versenyképességi tényező lenni, hogyha hatékonyan, gyorsan, minél hamarabb befejezi az ügyeket. Ezekben természetesen nem mindig garantálható az, hogy az ügyfél kívánalmainak megfelelő döntés születik, hiszen jogszabályi keretek között működik és dolgozik a kormányhivatal, de alapvetően én kifejezetten sikeresnek ítélem ezt az átalakítási folyamatot. Nyilván mindig vannak olyan ügyek, amelyek a panaszos kategóriába tartoznak, ezeket is igyekszünk mindig orvosolni. Ha nem sikerült azon a határidőn belül, amely rendelkezésre állt, akkor utána minél gyorsabban. És mit tapasztaltak, hogyha összegezték így az első tapasztalatokat, hogy voltak éppen ezek az ügyek, amelyekből jó néhányat sikerült aránylag hamar elintézni, ezekhez át kellett állítani a hozzáállást, vagy végül is mi volt az, ami egyik helyzetből a másikba átrendítette az ügyet? Igen, hát ez az egész jogszabályi változás csomag, ugye 108 jogszabályt módosított a parlament ennek érdekében. Alapvetően azért jött létre, hogy az ügyfélbarát magatartása a közigazgatásnak kialakuljon, és ez egy kultúraváltás is, de ebben is azt kell mondanom, higgadt megítélés alapján is, hogy alapvetően a kollégáknak a döntő többsége ez zökkenőmentesen át tudott állni. Nyilván más fordulatszámon kell dolgozni, van ennek egy kiválasztó hatása és jellege is, de alapvetően a jövő mindenképpen ez, hogy olyan kollégák legyenek, akik minél hamarabb, minél gyorsabban és minél nagyobb szakértelemmel ezeket az ügyeket el tudják intézni.
Köszönjük szépen, jöjjön máskor is. Köszönöm a lehetőséget.